A görög polgárháború az a második világháború következménye. Pontosabban a második világháború által kiváltott társadalmi és politikai válság sorozatnak a következménye. Pont háború alatt születtem. Békés időszakra nem emlékszem. Július 6-án megsebesültem. Négy szilágot belefurottak a fejembe. Akkor vettem részt, hogy megsebesültem, mikor ide itt a vér. Az ipiroszi térségből kerül valamikor az 1800-as évek végén a család Anoid Ruszába. Hatan vannak testvérek, ebből az édesapám Stavros a legkisebb. Házon körül volt egy 4-5 búvóhely. Benne az istállóban, a tyúkolnál, benne a kertben, a folyó alatt. A németek a mi házunkat lerombolták. Hova menjünk, amikor ég a házunk? Amikor felvették az adatokat, az édesanyám megjegyezte annak az úrnak, hogy hát nem lehetne az, hogy én is elmenjek a gyerekeimre, ha már 4 gyereket elküldök. A fülembe cseng ez a mondata. Nem, asszonyom, magának harcolni kell. Akkor nagyon nagy divat volt összegyűjteni a gyerekeket. Gyűjtögette a királynő is. Fölraktak a vonatra, azt sem tudtunk, mi az a vonat, hogy a házak gurulnak. Voltak ilyen csomagtartók. Na most annyi gyerek volt, hogy a csomagtartóban is gyerekek feküdtek keresztbe, hosszába. 3 nap és 3 ilyet utaztunk, és úgy kerültünk Budapestre. Mikor ide a magyar határhoz értünk, akkor mindenki kapott egy számot, amit a nyakunkba akasztottunk. Fertőtlenítés, hajvágás, és kaptunk mindjárt rendes ruhát, cipőt. A legelső menekültek gyerekek voltak, ugye sokszor szülők nélkül, és hát ez nagyon megindította a korabeli magyar népléleket. A gyerek otthonban nagyon szorgalmasan tanultam. Mindig meg akartam felelni annak, hogy én ezeknek a szülőknek a gyereke vagyok. Technikumot elvégeztem Fehérváron, a gépipari technikumot, így kerültem a Csepel-autógyárba. Belojánészben nagyon sűrűn voltak ünnepek, húsvétkor összejöttek ott az emberek, mert nem is kellett ott napot kitalálni, hanem mindig gondoltak egyet, aztán csináltak egy nagy bulit.